A Magyar Közút Nonprofit ZRT végzi az országos közúthálózat üzemeltetését és fenntartását. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2266 km hosszú útszakaszt jelent. A rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásával tevékenységük jelentős részét a burkolatok karbantartása teszi ki. Két részre bontva végezzük ezeket a felújításokat, amely állami beruházás, a területi operatív program, tehát a TOP program keretében mintegy 5,3 milliárd forint értékben végzünk felújításokat, illetve az úgynevezett 100 milliárdos országos felújítási program keretében 33 projekt szerint, és összesen mintegy 6,3 milliárd forint értékben végzünk felújításokat. Ez mindösszesen több mint 160 kilométer útszakaszt érint, teljes felújítását érinti ezeknek az utaknak. Tiszalök, Tiszavasvári, Ibrány, Nagyhalász, Dombrád, Döge, Fehérgyarmat és Baktalórendháza térségét érintik ezek a felújítások a legnagyobb mértékben. Topos forrásból 69 kilométer hosszan, a 100 milliárdos programból pedig közel 100 kilométer hosszan újulnak meg ezek az utak. Nyíregyháza közvetlen térségét is érintik a beruházások. 2018-ban megindulnak a Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírszőlős és Nyíres környezetében lévő utak felújításának munkálatai. Az úthálózat állapota és kora szerint az elidősödött, elöregedett, nevezzük így, burkolatok hamarabb bomlásnak indulnak, és elsősorban ez a csapadék és a téli időjárás következménye. Most a téli időjárás utáni időszakban alakulnak ki a burkolathibák, azért, mert télen a csapadék bekerül a repedésekbe, és a repedésekbe ugye fagyás, olvadás következtében kifejti a hatását. A burkolatban lévő szemcsék azok elválnak egymástól, és a járműforgalom pedig kidolgozza a jelenleg, illetve a régi eredeti helyéről. A hibák észlelése után a szakemberek folyamatosan dolgoznak ezek javításán. Télen ideiglenes javítást tudnak végezni hideg keverékkel, majd nyáron ezt újra javítják meleg aszfalt keverékekkel. Ezek már tartós javítások. Idén 15 ezer tonna aszfalt beépítését tervezik burkolathibák és nagy felületű javítások céljából.